A magyar felzárkózás és polgárosodás esélye, a haza és a haladás ügye ma távolabb van, mint 1990 tavaszán volt. Ezzel a gondolattal zárta esszéjét Bajnai Gordon a HVG-ben. A korábbi miniszterelnök szerint félő, hogy az önsorsrontó keretekből csak súlyos válság vagy trauma után nyílhat kiút. És Kunce Gábor vagy Róna Péter szerint... Ezzel fogjuk folytatni, de most egy talán nem túlzás azt mondani, hogy történelmi fontosságú ítélet Magyarország számára. Első fokon ugyanis a Nekcsei Demeter általános iskolával kapcsolatban egy olyan döntés született, hogy forintosította a bíró azt, hogy a szegregált oktatás mekkora hátrányt jelent az ott tanított, ott tanuló roma diákok számára, akik közül ketten eljöttek ma este bíróné Csemer Nikoletta, és Bíró Dávid, köszönöm, hogy itt vagytok. Jó estét! És Onodi Molnár Dóla, kolléganőm a 168 órától, te pedig végigkövetted ezt az egész pert, aminek ugye az volt a lényege, hogy 63 gyerek nevében indult ez a kártérítési kereset, és fél évenként 500 ezer forintról indultak ebből többé-kevésbé, tanévenként ennyit megítélt a bíróság első fokon. Kezdjük azzal, hogy ti akkor 8 évet töltöttetek ebben az általános iskolában. Miben érzékeltétek azt, hogy máshogy tanítanak titeket, mások a körülmények, mint a nem roma gyerekek esetében? Hát voltak olyanok, hogy például mikor mentünk tesi órára, benéztünk az uszodába, de mi nem is mehettünk be, nem is úszhattunk. Voltak olyan dolgok is, hogy nem mehettünk fel az emeletre, a mosdót nem használhattunk, el volt különítve még a mosdó is. A lenti első emeleten volt egy mosdó, amit csak mi használhattunk. Ünnepélyeknél is ez is így el volt különítve. Minden formátumban el lehet azt mondani, hogy különítve voltunk a magyaroktól. A ti osztályotokban csak mindig roma gyerekek tanultak? Igen, és összevont osztályok voltak. Hogy például a 4, az 5 és a 6 egybe volt, és azt tanították a hatodikosoknak is, amit a negyedikesek tanultak. Hát ez nem lehet, hogy túl hatékony. Hát nem. Mivel magyarázták ezt nektek? Vagy egyáltalán valaki kérdezősködött? Ti vagy a szülők? Nem. Meséltétek a per során tanúmeghallgatásoknál. Nekem az nagyon szomorú pillanat volt, amikor arról beszéltetek, nem tudom melyikőtök, hogy és óvodában még együtt voltatok, és nagyon megrázott benneteket, amikor iskolában azt hittétek, hogy azokkal a barátaitokkal együtt folytatjátok, csoporttársakkal, akikkel óvodában már jóba lettetek, és akkor a nem romák mentek az A osztályba, a romák meg... Igen, fordítva ők mentek az A-ba, mi a B-be. Igen. És akkor volt olyan, hogy ezek a barátságok folytatódtak a szünetekben, bármikor tartottátok a kapcsolatot, hogy teljesen hermetikusan, következetesen el volt zárva egymástól a roma meg a nem roma gyerek? Nem tartottunk a kapcsolatot egyáltalán. Egyáltalán nem. Uh-huh. Ugye ennek az ítéletnek az is a különlegessége, hogy már elég régen 2012-ben kimondta a bíróság, hogy ez az iskola szegregáltan oktat. Ehhez képest hosszú éveken keresztül az iskola igazgatója semmit nem csinált, olyasmire hivatkozva, hogy idézem, nem ismertem fel a tisztán cigány osztályokat, és csak a beiratkozás sorrendje magyarázta azt, hogy hogy alakulnak ki ezek a külön osztályok. Ez hogy lehetséges, hogy valaki erre hivatkozik? Nem ismeri világos fel. Volt a szituáció, mert 2011-ben egy ombudsmani jelentés is foglalkozott az iskolával. Már akkor felszínre kerültek, hogy milyen súlyos jogsértéseket követel az iskola vezetése a roma tanulókkal szemben. Ennek ellenére sem szakmai, semmilyen feltáró munkát nem végzett annak érdekében, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet megszüntetni. Ugye ma Magyarországon olyan gyakran halljuk azt a kormányzati kommunikációban, hogy a törvények mindenkire érvényesek, a törvényeket be kell tartani. Ugye a CEU ügyében ez volt a fő kommunikációs elem, hogy a törvények mindenkire vonatkoznak. A törvények a magyar államra is vonatkoznak, a magyar állam nem tartotta be ez esetben azt a törvényt, hogy származásuk alapján nem szabad elkülöníteni a közoktatásban sem a gyerekeket, sehol sem szabad elkülöníteni. Ezt a
törvényt kéri számon ez az ítélet lényegében. Azért tudott egyébként elindulni, mert 2012-ben a jogsértés tényét mondta ki jogerősen a bíróság, és ennek nyomán indult el a kártérítési per, ahogy egyébként számtalan esetben tapasztaljuk ezt a bíróságokon, hogyha valamilyen káresemény éri az embereket, akkor onnantól kezdve elindul a kártérítés. Ez most egy forintosított káresemény. Ez persze egy szimbolikus úgy, mert az ő gyermekkorukat, életüket, az iskolában eltöltött hátrányokat, ez nem kompenzálja ez a kis pénz. Az iskolában eltöltött hátrányok, azt ugye mondtátok, hogy az uszodát nem használhattátok, a WC-t, az ünnepségek is külön voltak. Ti ezt akkor ott ebben élve érzékeltétek, hogy ez megalázó, ez így nincsen rendben? Hát megalázó volt. Miben? Vagy ezt hát szóval láttunk, kerül, beszéltetek róla? Hát voltak úgy, hogy az osztályban elkezdtünk beszélgetni, és mikor mentek a többiek úszni, mi csak lestünk, hogy de jó lenne nekünk is elmenni úszni, és erre azt mondták a tanárok, hogy ti nem mehettek úszni, mivel nektek nincsen úszófelszerelésetek. És akkor beszereztünk az úszófelszereléseket, segítettek nekünk abban is, hogy megszerezzük, és akkor sem úszhattunk. És oda mentetek az igazgatóhoz, vagy a tanárokhoz, és hát a tanárokhoz, az osztályfőnökökhoz, igen, mondtuk nekik, de akkor sem lehetett úszni. És mivel indokolták? Nem indokolták meg, csak az, hogy nem. És számítógépteremben sem voltunk úgy rendesen, hogy kellett volna. Akkor hogy voltatok? Hát egy hónap egyszer, ha felmentünk számítógépezni, de az sem úgy a tanár megmutatta, hogy kell használni, hanem csak csináljátok azt a géppel, amit akartok. Tehát lehet volna számítástechnika óra, amiből annyi valósult meg, hogy havonta egyszer be lehetett menni a géphez és használni. Igen, ennyi. Hát ez mondjuk akkor, amikor ez alapismeret, ez elég komoly hátrány. És mondjuk, nem tudom, mondjuk, hogyha fociztatok vagy sportoltatok, akkor ez ugyanúgy megvolt, hogy ti egymás között és a nem roma gyerekek meg egymás között? Igen. Hát külön fociztunk. Ez mi azért... a romákkal, ők meg külön. Aha. És ez azért alakult így, mert az iskola alakította így. Igen. A szüleitek mit szóltak ehhez? Hát semmit nem tudok hozzászólni, mert az ellen nem tudok semmit tenni. Azt szerintem úgy így hagyták, hogy van. Azt a per elindult belőle. Hál' Istennek, lesz belőle valami. Reméljük. Uh-huh. Mert az életünk szerintem tönkrement. Te miben érzed, hogy tönkrement az életed? Hát, hogy abból, hogy én akartam tovább tanulni menni, heggesztő szakmára, minden, csak nem vesznek fel. Most a közmunkám vagyok, ott dolgozom. Mit csinálsz közmunkás? Sület vágok. Szeretetsz. Ez nagyon rossz érzés, hogy többieknek van, magyaroknak minden, mennek külföld dolgozni, jogsi, minden megvan neki, nekem még semmi. Neked miért nem sikerül ezeket megszerezni? Mert iskolában nem bírtok annyira tanítani, hogy menjek feljebb tovább tanulni, hogy tovább érettségi, vagy valami szakma a kezembe. Ez nem. Mivel van a legnagyobb problémád, hogy érzed? Számolás, írás, mindenbe. Olvasás? Írás, számolás, mindenben. Hogy érzed, hogy egy milyen szinten vagy általános iskolai osztályban kifejezve? Öt. Úgy, hogy elvileg igen. Van általán 8. Hát mi úgy voltunk, hogy úgy volt a 6, 7, meg a 8 egybe. Az három és osztály. Az egyáltalán teljesen kimaradt, tehát hogy az igen. Volt. És akkor most hogyan tovább? Hát nem tudom. Nálad? Én hogy tervezem a jövőre? Hát, hogy mit csinálsz most, és miben érzed ezeket a hátrányokat konkrétan? Hát én is az önkormányzatnál vagyok. Én is ott dolgozom, én is vele dolgozok egy helyen. Tehát közmunkásként. Igen. Uh-huh. El szoktam menni így, mikor hívnak így dolgozni határokba, szedni szőlőt, vagy barackozni, de még én se tudom, hogy mi lesz. Nem tudom eldönteni. Ugye Dávid azt mondta, hogy hegesztőként szeretett volna tovább tanulni. Te? Csecsemődajka. Csecsemődajka? Igen. Mert? Ez honnan jött? Mert szeretem a kisbabákat. Most már teljesen esélytelen? Még nem. Mit tehetünk érte? Mit? Hát majd megpróbáljunk, nem tudom, újraindítani az életünket valahogy. Uh-huh. Az iskola részétől szemben mindannyiatoktól kérdezem, volt bármi gesztus ezután az ítélet után? Hogy hát akkor valami tényleg nem stimmelt itt, finoman szólva. Hát én nem tudok ilyenről.
a 2012-es jogerős ítélet után sem történt semmi ilyesmi, se az önkormányzat, se az iskola részéről semmilyen hajlandóságot nem mutattak arra, hogy valahogy ezek felé, a gyerekek felé odaforduljanak. Egyéb iránt az iskola továbbra se tett annak érdekében semmit, hogy megállítsa a szegregációt, illetve hogy az egész iskola elkezdett szegregálódni. Onnan most Gyöngyösre, meg Egerbe viszik a jobb helyzetű szülők a gyerekeiket, úgyhogy most már ebben az iskolában szinte csak roma tanulók vannak. Egyébként most, hogy az állam átvette a teljes oktatást, így most sokkal többet tehetne annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő, és hogy ne cigányosodjon el egy iskola, ne szegregálódjon el. Ahogy hallottuk a Nikitől és Dávidtól, hogy mennyi álommal indultak el, és hogy ezeket az álmokat egy ilyen oktatási rendszer elveszi tőlük. Ez azért nagyon fontos, hogy ezt kimondjuk, mert azzal, hogy megszüntethető lenne a szegregált oktatás, azzal azt is kimondjuk, hogy ők teljes értékű tagjai lehetnének a társadalomnak, adófizetőkké válhatnának, beteljesíthetnék az álmaikat, és ezt veszi el tőlük az, hogy külön oktatás. Hány Niki és Dávid van az országban? Meg tudjuk tippelni? Erre pontos számok vannak. A 2016-os kompetenciamérési adatok alapján ott van becsült etnikai szám. Ez alapján úgy tűnik, hogy úgy van, körülbelül 100 000 roma általános iskolás közül, illetve közoktatásban tanuló roma diák közül a 46%-uk nagyjából szegregált oktatásban tanul, tehát közel a fele a roma diákoknak, és ez a szám, ez 2007-ben még csak akkor is nagyon magas volt, de akkor még csak 37% volt. Az, hogy 2007 és 16 között ekkorát nőtt, ebben nagyon súlyos felelőssége van a 2010 utáni oktatáspolitikának. Itt hangsúlyozok, hogy ez egy elsőfokú ítélet, ugye a legkisebb kártérítési összeg 200 000 forint volt, a legnagyobb az 3,5 millió forint, ezt megszorozva mondjuk, ha ez mondjuk marad felsőbb bírói fórumokon is az a számmal, amit mondtál, akkor ez egy tetemes összeg. De te régóta foglalkozol szegregációs ügyekkel, mi a megérzésed? Változtat egy ilyen ítélet ezen a helyzeten, vagy inkább azt mondják ezek az intézmények, hogy ha kell, kifizetjük, egyébként meg úgyis kevesen pereskednek, és minden marad ugyanúgy. Hát ahogy megismertem az államnak a hozzáállását ez alatt, a per folyam alatt, az tűnik ki belőle, hogy fellebezni fognak, és ezt az összeget is minimálisra akarják szorítani, nem akarják ezt az összeget kifizetni. Végig arra ment az állam, hogy ezt nem érdemlik meg ezek a diákok, hogy miért nem tettek maguk többet azért, hogy a sorsukat jobbá fordítsák, hogy a szülők felelősségét feszegették állandóan, szóval egészen elképesztő módon viselkedett az állam. Teszem hozzá, nincs még pontos összeg a birtokomba, de nem hiszem, hogy távol áll a valóságtól, ha azt mondom, hogy lassan többet fordít ügyvédi költségekre az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy ezt a perköltséget, illetve a gyerekeknek megítélt összeget leszorítsa. És én még egy dolgot gondoltam, hogy elmondok, szerintem ami nagyon fontos, hogy a civilek szerepe mennyire fontos, hogy manapság annyit beszélünk a civil szervezetekről, hogy sokan kárhoztatják őket, hogy nem kell ennyi jogvédő, mindenki foglalkozzon a saját dolgával. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az ügy nincs akkor, hogyha nincsenek elkötelezett civilek, nincs egy elkötelezett alapítványa, az esélyt a hátrányos helyzetű gyerekekért alapítvány. Nagyon-nagyon kellene, hogy ilyen jogvédő szervezetek működjenek, mert külön egy ilyen ügyet végigvinni, évekig tartó pereskedés, rengeteg terepmunka elköteleződéssel jár, és ez csak akkor megy, hogyha van mögöttük forrás. Ez a tanulság nektek, ha majd szülők lesztek. Mi lesz majd, ami ebből visszajön, ha visszagondoltuk a ti diák éveitekre majd, ami hát ezek szerint nem volt szerencsés. Ha te szülő leszel, és a gyerekednek iskolát kell választani, meg tanárt, meg hát jobban oda fogok figyelni mindenbe. Hogy ő ne kerüljön ilyen helyzetbe. Hát, hogy ő ne kerüljön olyan helyzetbe, amiben mi kerültünk.
Hát én azt kívánom, hogy hegesztő és csecsemő dajkaként folytassát. És az, hogy egy országban élünk, tehát hogy a gyerekek persze, ne igen, legyenek szétválasztva már általános iskolában. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük. Köszönjük.